Újat alkotni jó. A műsor és a tehetségek támogatója a Samsung. A dalszerző az első. Artisius. Jó időben biciklizni nincs is annál jobb. Maximum csak az, ha az ember közben összehozhat egy jó dalt is. Ezúttal újabb négy idegen tereztek össze a hangjegyek laboratóriumában. Egy zeneszerzőt, egy szövegírót, egy producert és egy énekest, hogy őrült professzorként a háttérből figyeljen, amit egymásról mit sem tudva slágert alkotnak. Azt hiszem, ma szükség lesz a híres dalfutár lábmunkára, hiszen a zeneszerző Szentendrére hívott. Tőzsgyökeres újlipótvárosiként el kellett hagynom a belvárost, és klausztrofóbiámmal is szembe kellett néznem. Majd kevesebbet edzek vára, hogy elférjek. Egy dalért mindent. Ráadásul a hosszú bicikli út csak a kezdet volt. Fel kellett kötnöm a rövid gatyát, hiszen sikerült egy vérbeli teniszezőt szerválnom zeneszerzőnek. Szevasz! Azt hittem nem jössz el. Szevasz, és már is stadionban visszhangzik a hangunk. Ez, hogy egy hatalmas, üres terem, amiben nincsen senki, ezt a zenész karrierem során megszoktam. Hát ez nem újdonság. Ez nem idegen. Látják a kezeket! Csak keresem a lány az álmomból. Rakoncai Viktor, Artisius Emerton és többszörös fonogramdíjas zeneszerző. A 90-es években VIP nevű zenekarával Magyarországon is meghonosította az egyen koreográfiára táncoló fiúbandák kultuszát. Majd testvérével, Rakoncai Imrével megalapította az Airport együttest. Később a háttérbe vonult és igazi slágergyáros lett. Zeneszerzőként 250 szerzeményt írt több mint 50 előadónak, köztük Zséda szinte összes dalát, de ő szerezte Wolf Kati Eurovíziós slágerét is. Kihívlak egy játékra. Ne. Két játék lesz egyszerre. A dalfutárban a játék az, amit majd megbeszélünk, hogy egy dalt kérek tőled, ezért vagyok most itt, amit majd tovább fogok vinni valakinek, egy szövegírónak, aki ír egy szöveget, aki továbbadja egy producernek, aki meghangszereli, aki odaadja majd egy énekesnek, aki elénekli, és ti csak ezen a ponton ismeritek meg egymást, hogy ki kicsoda. Tehát akkor nem én vagyok a becsomagoló ember. Nem, te az indító ember vagy. De hogy milyen dal legyen, arra kitaláltam azt, hogy legyen egy játék. Teniszmeccs, ha győzöl, akkor olyan dalt írsz, amilyet akarsz. Ha ne adj Isten, esetleg én győzöm, nem lesz nagy esély erre, akkor meg én mondom meg, hogy milyen stílusban vagy, vagy mennyire lépsz ki a komfortzónából. Egy jó teniszmeccsen túl van az ember, egy jó játékon, akkor még nagyobb kedve van zenélni. Úgyhogy a zene és a sport az számomra elképzelhetetlen egymás nélkül. Meccs labda! Figyelj! És ha rögtön elrontom? Nem rontod el! Dehogy nem! Alulról megy a szerva, ilyen kirgioszosan. Gyere! Jó az! Menj hátrébb! Nagyon jó! Azaz! És vissza oda hátra! Figyelj, majdnem átjött! Én még bírnám, de sajnos az órám szólt. Na, 124-es. Hú, vigyázzál, nehogy baj legyen. 117, 115, életben maradok, mert megy vissza. Megnyugodtam. De egyébként hagyjuk is, mert dolgoznunk kell. Végülis hát én nyertem a teniszpartit, tehát én határozhatom meg, hogy milyen stílust írjak. Ez a szituáció azért fura nekem, mert amikor az ember ír egy dalt, akkor már rögtön zenei produceri fejjel is gondolkodik, hogy ez hogy lesz meghangszerelve, hogy lesz elénekelve, előadva, stb. Igen, ám, csak hogy nem akarok én már ebbe se beleszólni, szóval ez egy picit egyedül foglak hagyni ezekkel a dilemmákkal. Fura lesz úgy dalt írni, hogy nem tudok kit elképzelni, aki előadja, úgyhogy szerintem úgy fogom megírni, mintha magamnak írnám. Jó ideje csinálod, és még mindig azt látom benned, hogy szereted. Mert ez olyan szinten feltölt, és azt, hogy sokszor szoktam ezen gondolkodni, hogy igazából az én munkám az, hogy bemegyek egy stúdióba és zenélek, érted? Tehát ez már önmagában egy olyan kiváltság, egy olyan szép élet, amit semmire nem cserélnék el. Azt mindenki érti, hogy egy dalból pénz is van, és szerintem a popzenében ez nem tilos, ez amióta a világ így volt.
Te milyen szerzői jogi harcos vagy? Annak idején, amikor volt 97-ben a VIP együttes, ahol többnyire én és Rácz Gergő írtuk a dalokat, már ott is felajánlottuk azt, hogy a szerzői jog az menjen minden, nem hogy négy felé, öt felé. Engem nem tudtatok felhívni akkor. Hát nem lennél sokkal előrébb. Mikor egy zenére rákattanó kiskamasz gyerek, aminek gondolom mindketten voltunk felnő, akkor vannak ilyen délutáni vergődései, ilyen flow-szerű állapot, hogy ír egy dalt, még picit utánoz valamit, egy Michael Jackson dalt ír meg véletlenül újra, és akkor rossz angol szöveggel a szobába ugrál, valami fakanalat fog és mondja, hogy I wanna check in the house. Ez van neked? Na, akkor most elárulok egy nagy titkot, hogyha az én stúdióm be lenne kamerázva, hogy én dalírás közben mit művelek, akkor sokan röhögnének rajta. Pontosan ez történik. Leföl alá, mint egy 3 éves kisgyerek, rohangálok, pózolok, elképzelem, nyilván ott tudom az előadót, hogy kiről van szó, belebújok a bőrébe, és hogyha jön egy jó dalom, akkor ott figyelj, ott körbe-körbe urálok a kanapén. És látod a stadiont is? Abszolút, abszolút. És ez kell hozzá. Te összeszámoltad, hogy hány dalod van? Nem olyan rég számoltam össze, nem is a dalokat, hanem inkább az előadókat, az kb. 60 fölött volt, akikkel dolgoztam, ők mint ismert színészek, énekesek. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatunk téged slágergyárosnak. Azaz valamit biztosan, hogy ösztönösen érzel, vagy jól csinálsz ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy mi tetszik az embereknek? Igazából nem azon gondolkodom, hogy mi tetszik az embereknek, hanem azon, hogy mi tetszik nekem. Tényleg csak azt nézem, hogy érzek-e valamit, föláll a szőrökezem, vagy sem. És nagyon vicces, hogy gyerekkoromban, amikor zenét hallgattam, én meg tudtam mondani, hogy mi az a pillanat, vagy pont, ami miatt hallgatom én azt a dalt. És emlékszem, hogy még a tesómmal is, hogy figyelj, most érzed itt, hogy milyen fura? Igen, marha jó. Akkor most már egy dolgot kérek csak, hogy legyen benne ilyen pillanat a saját számodra. Akkor én semmit nem kötök meg, csak azt az egyet kérem, hogy olyat ne adj nekem, amiben nincs ilyen pillanat. Jó, akkor végül is meg is kaptam az itinert hozzá. Valójában most még nem tudom, hogy milyen lesz a dal. Leülök a hangszerhez, és tényleg csak az érzésemre fog figyelni. Ami jön, az lesz. Őrületet vártam a stúdióból, ehhez képest a zene mellé egy higgadt profi üzenetét kaptam. Szia András, itt vagyok, jelentkezem a stúdióból. Kőzerővel dolgozom a dalon, és úgy érzem, hogy sikerült minden olyan dolgot beletenni, amit kértél tőlem. Tehát legyen slágeres popdal, legyen benne az a jól megjegyezhető pillanat, amit az ember vár, miközben hallgatja, úgy kíváncsian várom a folytatást. Igazi emelkedett sláger alapanyagot kaptam, és kíváncsian vártam, mit szól ezekhez a nagy pillanatokhoz a szövegíró, aki szinte minden este nagy pillanatokat él át, csak a színpadon. Az ország egyik legnépszerűbb fiatal színészét kértem fel szövegírónak, mert tudtam róla, hogy nem csak játszik, hanem ír és rendez is. Régen azt mondtuk volna rá, hogy igazi könyvmoly. Ma már inkább úgy hívjuk, hogy kulturális influencer. Szia! Isten hozott, Vig Színházban, Vecsei Miklós. Mi nem találkoztunk hivatalosan. Hivatalosan nem, csak álltunk egy színpadon. Igen, de én akkor azt hiszem műsorvezető voltam, és te már mentél a másik oldalon, én meg jöttem hátul, én hátulról láttalak. Azt mondd meg nekem, és hogy szólítalak téged? Hát, hasi. Hasi? Hasi. Álljunk bele, ha kell. Vecsei H. Miklós. Junior primadíjas magyar színész, író. Már 17 évesen verses kötete jelent meg, szövegkönyveket és átdolgozásokat is ír, na meg játszik a Víg Színház társulatában. Ő Nemecsek Ernő a Pál utcai fiúkban, József Attila életéről pedig előadást írt és rendezett. Stalker csoport néven színházi közösséget alapított és megvalósította a Pocket olvasás népszerűsítő projektet. Nem is tudná letagadni, hogy mindene a színház és az irodalom. Legtöbben gyerekkori beceneve miatt Hasinak szólítják. Mondjuk otthon engem is. Körbevezetlek a színházon, ha gondolod. Azt azért szeretném, mert én újlipótvárosi vagyok, ez a mi színházunk, egy kicsit mindig úgy éreztük, és itt talán egyetlen egyszer jártam, itt hátul. Jó. És na, a színpadon még soha. A színpadot jó. Is megmutatod? Mindent megmutatod. Felléphetek a Víg Színházba? Hát ezt nem biztos még, de megnézzük. Eddig már jutottam egyszer. Igen, ez a lépcső tetején meg is állunk, ez központi hely, próbatábla. De ami izgi, hogy évad végén van egy olyan, hogy évad végi társulati ülés, amikor a igazgató asszony elmondja, hogy milyen volt az év, és a végén kiteszik a következő évi szereposztásokat. És érdemes nagy művészek idejönnek, és mint mi annak idején a Fali Újság előtt így megállnak, és azt mondják, hogy nem vagyok benne, és akkor vagy így haza van. Vagy a büfébe. Így van. Én például ezt írom, ezt a szövegkönyvet, meg a dalszövegeit. Aha.
a Nagy Gatsbynek, és akkor ők most tudták meg, hogy... Ebbe is vagy, Pál utcai fiúk. Igen. Na gyere, menjünk tovább. Jó, menjünk. Ez a te öltöződ? Hát többek között az enyém. Itt töltözik a ifjabb Vinyánszky Attila, meg a Csapó Attila, a Hajduk Károly. Ez az én asztalom. Ja, hogy ennyi jár egy színésznek. Így, és akkor itt vannak a fiók, itt vannak a cuccaim. Azért érdekes egyébként ez az öltöző, mert itt töltözött többek között Latinovics is, tehát ez az ő öltözője volt tulajdonképpen. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy itt lehetek. Szóval Izgihály, köszönöm, hogy behoztál ide. Gondolom azért ez arról is szól, hogy az intimitás, úgyhogy köszönöm, hogy beengedtél. Viszont mutasd meg kérlek a színpadot, mert az nagyon érdekel, és teátrális körülmények között szeretnék kérni tőled valamit, mert végül is ezért jöttem. Yes. Ez már a világot jelentő? Ez még nem, ez a külvilág, de ez már itt a színpad. De figyeltelek hátulról, te azért egy kicsit már ide is úgy mentél be. Érzéssel, igen. Nagyon szeretek itt lenni. Ez az ügyelőpult. Ügyelés. Itt, ez most ki van kapcsolva, de itt látsz, itt színház különböző részei látszódnak, és itt van egy ilyen tilos tábla, ezt a felhúzod, és benyomom a színpad gombot, és bebeszélsz ide. Halló, megkérem a szemüveges gimnazista fiút, hogy ne rágózzon. Megkérem, ne rágózzon az előadás alatt. Igen, ez most a színpadra szólt be. Tulajdonképpen nem is második otthon, hanem első a Víg. De mázli, mert annyira jó energiái vannak az épületnek. Nem is kérdés, bárkit ide behozok tulajdonképpen, az érzi, hogy amikor itt van a színpadon, hogy itt már valami történt. Bele akarlak vinni valamibe, amiről nem is igazán tudom, hogy csináltál-e már ilyet. Föl akarlak kérni dalszövegírónak, és hangsúlyozom, tulajdonképpen pop dalszövegírónak. Csináltál már ilyet? Mármint, hogy dalszövegírást? Színpadra igen. Többször és sokszor, de ilyen egy számosat még nem. Aha. De hát el kell kezdeni. Mi a kapcsolatod a popzenével? Nem is tudom, hogy mit akar pontosan a popzene, vagy most mi a popzene, de... Aha. Tehát én főleg akusztikus zenéket hallgatok, tehát nem tudom, 30Y, Kispál, Hiperkarma, ezek a zenekarok, ezek a nem tudom, alternatív zenekarok nekem azért példaképek, mert egyszerű zenére olyan szövegeket tudnak hozni, ami vers szintű, vagy irodalom szintű. És ez nekem fontos, hogy ha már a zenéhez szöveget írunk, akkor ez legyen irodalom. Akkor keressük meg a megfelelő akusztikai pontot, és megmutatom neked a dalt. Your time, your final love, you're burning London, someone find now. Oké, hát find now. Egy picit ezt át akartam élni, ezt a pillanatot. Évente egy-két produkció van, aminek kell dalszövegeket írni. Nem vagyok ebben profi. Pont most vagyok ennek a kitanulásában, tehát sokszor csináltam már ilyet, de még azért dilettáns vagyok. Kíváncsi vagyok az első benyomásodra. Felnevettél, csalódott vagy, és teljes őszinteséget kérek. Hát nem számítottam semmire, de nem az én stílusom az. Uh-huh. Az biztos. Tehát, hogyha nagyon ritkán bekapcsolom az autóban a rádiót, akkor nekem mostanában pont ez a bajom a mai zenékkel, hogy nagyon kevés élő hangszert hallok benne, és nagyon hasonlót hallok uh-huh. mostanában, de próbálunk ennek ellene menő dalszöveget írni. Én csak irányítok, én nem akarok beleszólni, de az tényleg egy megfontolandó dolog, hogy az-e az út, hogy direkt ellenébe menni, vagy esetleg még azt is kipróbálod, hogy na, milyen lenne az, hogyha én egy rádiós láger szövegét próbálnám írni. Olyan szöveget próbálok majd írni, ami szerintem egyel több, mint ez a mázos dolog, ha képes vagyok rám, de csak remélni tudom. Otthon még meghallgatom párszor, aztán elkezdem. Tudsz itt dolgozni, hogy nem vagy borzasztóan lelkes? Én nagyon lelkes vagyok. Szóval képes vagy kicsit akaratod ellenére picit muszájból is csinálni valamit? Hát általában nem, meg szerencsére nem is vagyok rákényszerítve, de nekem ez most nagyon van kedvem, hogy kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle. Hát ez egy olyan szám lenni, amit hallgatnak kamaszok, vagy nem tudom,
Tehát ez a vágyam. Búcsúzunk egy meghajlással egymástól. Szerbusz, Andris. Cső. Egyen meg őket, hát összegyűlnek bulizni és borral megfejteni. Mintha magamat látnám fiatalon, engem miért nem hívtak meg? Benyitottam volna a legrosszabb kor süteménnyel, meg duzzogva szellőztetgettem volna. A fény, ez a szép, régi szép, de ma már napremegben él tovább. Itt kéne valami jó. Pár nappal később a már elkészült szöveggel indultam a producer felé, akiről eddig azt tudtam, hogy Amerikában a világ legjobb zenei suliában tanult. Az itt megszerzett tudás pedig néha kutyáknak adja át, mert hogy szabad idejében egy menhelyen önkénteskedik. Ha-ho! Hello! Éppen Juti falatozás van. És most csak azért nem esznek meg engem, mert nálad Juti falat van? Persze. Ő nagyon gyorsan adja Juti falatot? Persze. Nekem is? És dobni kell neki? Hát neki lehet. Ő érzi a témát, a többi nem. Az azért jó, mert mindjárt bemutatkozom neked, és kezet nyújtunk, és nekem addig már nagyon kutyanyálas lesz a kezem. Igen, nekem hát ott csak a kezem a nyálban, úgyhogy... Szervusz, Hajós András vagyok. Szia, Kozma Kata. Ja, bocs, egy kicsit kutyanyálas a kezem. Kozma Kata. Artisius junior díjas dalszerző, producer. Tanulmányait Bostonban a világ leghíresebb kortárs zenei egyetemén, a Berklin végezte. Tanult többek között Whitney Houston zenei direktorától és Diana Krall zongora tanárától is. Egy darabig énekes dalszerzőnek készült, de rájött, hogy inkább hanyagolná a Rivalda fényt. Szerzőként sokféle stílusban alkot, a filmzenéktől a reklámzenéken át a slágerekig. Néhány éve hazaköltözött, de továbbra is sok külföldi előadóval dolgozik. Most például Hedges Andrewval a Doubtful Terrible, yeah! Hol vagyunk? Egy állatvédő szervezetnél, az Esculap Állatvédő Egyesületnél vagyunk. És ki vagy te ebben? Hát én nagy kutyaszerelmes vagyok, és a Németh Réka, aki ennek az Állatvédő Egyesületnek a vezetője, ő tőle van nekem egy tacskom. Őt hogy hívják? Mazsi. 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 De egyáltalán nem hallgat rá. Nem. És ennyit csinál a kutya önkéntes, hogy idejön, és a halálra zabáltatja nem, őket? Nem, alapvetően azt akartam pont kérdezni, hogy... Gondozod őket? Tisztítod? El kell őket vinni sétálni minden nap. De az összeset visszük, vagy hogy lesz? Kettőt vigyünk, szerintem. Általában az szokott lenni egyébként, hogy... Én vihetem a Mazsit? Aha. Mazsi lett igen. A kedvencem. Ott egy kettő póráz. Azért szerettem volna, hogy itt legyünk, és itt forgassunk, mert nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha a két dolog, amit a világon a legjobban szeretek, a zenát, meg a kutyák, azok összelettek volna. Gyúrva. Most honnan vagy itt, és hova tartasz majd innen? Hát két napja repültem haza Svédországból, hogyha fizikailag kérdezem. Ahol mit csináltál? Ahol egy svéd artistnak csinálok egy lemezt, hangszerelem, megírom a dalokat. Amerika, Európa tájéken röpködök, producerként, dalszerzőként, különböző énekesekkel, meg tárzeneszerzőkkel dolgozom együtt, különböző projektekkel, dalokon, filmbetéteken, mindenféle. Mivel keresel a legtöbbet, nem konkrét összeget akarok tudni. Melyik az a típusú munka, amire ugye a legnagyobbat klinkel az internetbankod? Hát elég sok reklámzenét írok, és azt hiszem, hogy a leggyorsabban a legnagyobb összeget az hozza be, de a jogdíjak mindenféleképpen generálnak így számottevő összegeket, főleg akkor, hogyha ugye egy dal bekerül nemzetközi piacra. Leéreztem az utazás ízére és arra, hogy mennyire fontos így a különböző kultúráknak a zenét beitatni az én zenéimbe. És azt szeretném, hogy maradjon itt egy bázisom, Budapesten, és utazgathassak mindenhol a világban. Hát akkor gyere, elviszlek egy nagy zenei utazásra. Mert tudod, azért elmondtam neked, hogy mi ez a dalfutár, de vegyük át. Oké. Vegyük át. Meg szerintem csináltál már ilyet valószínűleg. Ugye
Voltál ilyen songwriting campben, ilyen dalíró táborban, vagy ilyen Magyarországon is szerveztek ilyeneket már, igen, nem? Igen, én elég gyakran járok ilyen campekre, ez egyik nagy kedvencem. Ezekben a táborokban, vagy ezekben a workshopokban azért pontosan tudod, hogy ki van ott mellette, még ha nem is ismered. Igen, és igen. Tudsz vele kommunikálni. Igen, a legtöbb esetben ott van az ilyen nagyobb campeken az artist, vagyis hogy az énekes, és akkor pontosan tudod, hogy milyen hangszínre írsz, milyen hangterjedelem, milyen style. Hát ezt itt nem tudod. Egyébként a Dalfutárt körülbelül a legelső epizódtól nézem, és hatalmas fan vagyok. Mégpedig azért, mert annyira fontosnak tartom azt, hogy emberek, akik egyáltalán nem ismerik egymást, a zenén keresztül tudjanak kapcsolódni, és szerintem ez egy iszonyatosan fontos kezdeményezés az András részéről. Mutatok neked egy dalt, és mutatok neked egy dalszöveget, amire vigyáztam. Mennyire vagy kíváncsi? Ugye 1-től 10-es skálán 100. Na figyelj! You turn, you fell in love. You're burning London, someone finds now. Finduná, itt van. Első hallásra a zeneszerzőről az jutott eszembe, hogy lehet, hogy zongorista vagy gitáros, maximum ez a kettő, és mindenképpen profi. Picit most megállunk, mert lehetne ezt még hallgatni tovább. Első benyomás? Nagyon jó, nagyon tetszik, és mindenképpen szerintem ilyen US Top 40 pop háttérből jöhet. Itt egy szöveg, ami, hát, és itt lesznek nehézségek. Hallgatom. Először elolvasom így, mert... Gyere, mazsala! Gyere, szívem! Gyere! Szóval, ha így bénán ráéneklem, akkor rosszabbat teszek a szövegnek, mert egyébként szerintem ez egy jó szöveg. Igen. Csak fény és csend van, egy virág néz egy régi ablakban, innék, nincs karom, lesz nőt. Hú, ez most esett le, hogy ne úgy lesz nőt, hogy meglesen a nőt, hanem lesz és mor. Ó, mi? Lesz nőt, vagy ez egy ilyen szóvic, hogy lesz nőt, wow. Mor növényt, uh-huh. Ezt akarom. A szövegíróról az jutott eszembe, hogy nem biztos, hogy sokat ír szótagszámra, úgyhogy abban nem vagyok 100%-ig biztos, hogy profi, abban viszont biztos vagyok, hogy nagyon szép szimbólumokat használ. Próbáljuk meg ráfejteni, aztán jó, szerintem okay. Vigyük a kutyákat. Gyere, valamerre, mert kezdenek idegesek lenni. Kis gombok százok, kocskára szer a szám. Az jutott a zenéről eszembe, hogy ötvözi a zeneszerző a modern elemeket, és így a 80-as évek vibe-ját. Na mit szólsz? Nagyon jó, nagyon inspirál, meg egyébként tökre tetszik az, hogy van benne tér. Nincs túl sok szótag, és nem kusza a dallam, hanem nagyon szépen építette fel, hogy elindul egy mélyebb lágéból, és akkor utána emelkedik így egyre magasabban. És ezt imádom az ilyen dalokat, mert tök jól viszi a produceri munkát. És van egy nagyon fontos dolog még, amit meg kell beszélnünk, hogy én nagyon szemét vagyok, és nagyon kevés időt adok rá. Igazából tulajdonképpen mindenkinek az igazságtalan, de egyenlő egy hetet szoktam először felajánlani. Az szerintem jól hangzik. Komolyan? Hát általában egy dalt így szerkezetileg azért egy nap alatt így meg szoktam csinálni, és komolyan, akkor utána... egy nap alatt egy dalt? Akkor én miért írom 12 éves korom óta az Én akarok lenni a világ sztár című dalomat? Túl gondolod egy picit. Az, hogy nem tudom, hogy ki az énekes, meg a szövegíró, meg a zeneszerző, az nyilván egy picit nehezíti a dolgot, de ugyanakkor sokkal nagyobb kihívás. És én azt producerként nagyon szeretem. Tudtad, hogy egy kutyasétáltatónak előbb-utóbb szüksége van uzsonnára, kávéra? Na gyerünk, szépen menjél. Nézd csak! Úgy, gyere! Úgy! Azaz! Nagyon megnyugodtam, úgy tűnik egy magabiztos, nyugodt producerhez került a dal. A dalszöveg hatására úgy döntöttem, én is felcsapok belvárosi kertésznek, és egy közösségi kertbe hívtam az énekest a 7. kerület kellős közepébe. Közben arra gondoltam, hogy ha annyi fűmagom lenne, mint neki YouTube megtekintése, akkor az egész országot pázsit borítaná. Még hogy Budapesten nincs elég zöldség, és akkor még a dalszövegről nem is beszéltünk. Micsoda kert. Szia! Hajós András. Nem találkoztunk még hivatalosan. Nem. Gyere, csücsú ide mellém. Ezt nem is gondoltam, hogy a város közepén van egy ilyen. Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, hogy hányszor volt sötét az ég fölöttem. Köd...
Szakács Gergő, énekes, dalszerző, szövegíró. Eleinte feldolgozásokat pakolt fel saját YouTube csatornájára. Egyiket még az angol X-faktor győztese James Arthur, is megosztotta. Megjárta a hazai tévés tehetségkutatókat, közben dalokat írt és beindult szóló karrierje is. Ma legtöbben a Follow the Flow nevű együttes énekeseként ismerik. Nem tudja senki című daluk per pillanat 43 milliós megtekintéssel a legnézettebb magyar klippek egyike. Hoppá, most arra 44 millió. Azért vagyunk itt, ez egy ismerősöm parcellája, és megkért engem, hogy gondozzam egy kicsit, és ezt mindig is ki akartam próbálni, ezt a városi kertészkedést. Uh-huh. Most gerilla kertészek leszünk. Rólad meg azt hallottam, hogy te egyébként ilyen természetszerető vagy. Hát abszolút, viszont hogyha segítségre van szükséged a gondozásban, abban nem biztos, hogy beljebb vagy velem. Azt láttam ki, hogy kicsit kapálunk, az soha nem árt, nem? Uh-huh. Ilyet láttam emberektől, hogy csinálnak ilyet. Uh-huh. Nem tudom, mi értelme van, de úgy felporhanyosítjuk, jó. Meglocsoljuk és ültessünk. Telerakjuk répával. Jó. A barátomnak a kertjét. Na gyere, lássunk munkához! Nagyon örülök, hogy a belvárosban van ilyen. Igazából közel áll hozzám ez a környezet, annak ellenére, hogy nem szoktam kertészkedni. Minden esetre az én kapámnak jobb a hangja. Az én kapámnak jobb a hangja? Igen. Ez milyen szép népdal. Népdalt énekeltél gyerekkorodban? Igen, kénytelen voltam énekórán, de egyébként nem szeretted? Nem annyira a kedvencem. Az én kapámnak jobb a hangja. Remélem, valami hasonló szöveget fogunk már hallani. Kíváncsi vagy, hogy milyen a szöveg? Hát eléggé. Valami kertészkedős szövege lesz. Még az is elképzelhető. Szerinted most csináltál egy lukat? Vagy csak így nem, aliből ütött, vágott? Nem, most azt próbálom, hogy legyen egy ilyen kis ágyás. Aha. Na jó, hát ültessünk. Igen. Hogy? Így bele? Aha. Egyszer csak? Vagy így hosszan? Igen, de ennyire szerintem ez lehet, hogy kevés mag ekkora ágyásnak. Szerintem lehet. Úgyse, mintha bármilyen fogalmam lenne róla. De nem, én nagyon szeretem, hogy benned van egy ilyen vezető hajlam. Annyira nincs. A zenekarban is ilyen... A zenében van, de egyébként másban nincs. És... Most locsoljunk. Locsoljunk. Tadám! Na gyere, keressünk egy helyet, és megmutatom a dalt. Szerintem mind a ketten meglehetősen borzasztóan kertészkedtünk, de remélem, hogy nem tettünk tönkre túl sok mindent. Volt már olyan dal, amit úgy kellett énekelned, hogy ezzel nem értek egyet? Nem. Szerencsés vagy. Nekem volt ilyen, és én írtam. Aztán. és azt hittem, hogy jó lesz, és koncertezés közben jöttem rá, hogy tehát ez nem jó, és én nem szeretem. Na figyelj, míg megtalálom a fájlt, megmutatom neked a szöveget. Uh-huh. Ez most még csak munkacím. Tessék. Lakossági virágoztatás. Ez meglehetősen alter cím. Kis gangokon ázok, macskák teraszán, kaspó cigarettázók virulnak a más szárán. Fény kell és víz, virág, hogy egyedül ne légy, fény kell és víz, virág, hogy Pesten élhessél. Vágyam a virághajlam, halljam a csendet is a dalban. Majd ezt megbeszéljük vele. Igen. Na, nekem, nem mondjuk van, például van benne egy olyan tiltó szó, amit én annak hívok, hogy ezt soha ne lőjük el dalba, mert már annyiszor volt, ilyen a fény. De, fény. Vagy például ilyen a szív, vagy ilyesmi szavak. A fény benne van, de egyébként nem vészes, szóval, hogy így... Egyébként amiről szól, ahhoz képest szerintem bele is fér. Ez a lesznőtt, mór növényt, ez tök menő. Szerintem ez még lehet jó. Ez még lehet jó? Igen, amúgy nem vagyok egy túl pozitív ember. Nem, ez nálam amúgy tök jót jelent. Na figyelj, akkor örülök, hogy az első benyomás jó, és most annyira megnyugodtam, hogy megmerem neked mutatni, mert igazából a producer már közben dolgozott rajta. Tehát van egy olyan verzióm, ami már közelít a véglegeshez. Na, erre számítottál? Szerintem ez egy érdekes pont, lehet, hogy én ódivatú vagyok, de nekem ugye itt jött volna be a duplázás, és ehelyett meg direkt befejeződik. Na, hallgassuk meg, hogy van. Tulajdonképpen a szinti hozza a
duplázás, persze, igen, és pont ezért vinni is az embert, hogy erre jönni kéne. És most beindulhat a duplán. De nem. Nem rossz amúgy érezni, hogy még ez egy ilyen váz. És akkor próbáljuk meg ráénekelni. Csak fény és csend van, egy virág néz egy régi ablakban. Innék nincs karom. A szöveg önmagában az nekem tetszik, viszont nem annyira összeegyeztethető számomra a dallammal, ami azért egy kardinális kérdés. Egyedül a légy, fény kell és víz. És elvégülte. Fény kell és víz. Ez már jó magas. Ez már lehet, hogy sok. Igen, ez már jó magas. Ez már lehet, hogy sok. Meg is ijedtek a répák, akkor átordítottál. Kicsit nekem ilyen Eurovízió flash-em van tőle, szóval, hogy Eljem a szívedet, hogy nekem lenne egyszer Eurovízió. Kicsit Eurovízió flash-em van. Ne. Nekem inkább ilyen Royal Carnegie Hall feelingem lett tőle, hogy ez... Na jó, oké, nem bántalak. Szóval, hogy azért mondtam ezt. De értem, mire gondolsz. Kicsit ilyen nagyívű sztori. Szerintem ez a dal még nem döntött el, hogy kicsi vagy nagy. Nem. És valószínűleg ez fog rajtad múlni. Hogy te amögé a része mögé állsz, hogy ez akkor ilyen huge és fényes és... Szerintem annyira már egyébként determinálva van, hogy ez azért nem lesz huge, szóval ez a szöveg, ez ahhoz képest szerencsére egyébként túl alter. Uh-huh. Úgyhogy én ilyen műfajparódiát érzek benne. Aha, pedig nem az a célunk. Hát igen. Az, hogy olyan dalt énekeljek, amihez szerzőként semmi közöm, az tulajdonképpen teljesen ismeretlen számomra. Úgyhogy ez egy kilépés a komfortzónámból maximálisan. Köszönöm szépen. Köszönöm én. Jön vissza a répaszállító kamion, úgyhogy meneküljünk. Kifele menet nézzük meg, hogy nőtte már a répánk valamit. Oké. Ez nagyon rossz záró mondat. Remélem, a négy alkotó termékenyebb lesz a stúdióban, mint amilyenek mi voltunk a kertben. Kíváncsi vagyok, hogy mit szól majd egymáshoz a nagy érzelmeket megzenésítő zeneszerző, a csöpögős dolgoktól irtózó szövegíró, az amerikai tempóban dolgozó producer és a határozott elképzelésekkel rendelkező énekes. Mindenesetre lesz pár álmatlan éjszakám. Nem baj, majd a répákra gondolok. Samsung. Artisius. Supersize Recording. Megy a Dalfutár Channel hétről hétre új epizódokkal. Az Instán is követhettek minket, Dalfutár hivatalos, oda képeket rakunk a forgatásokról, amik esetleg nem kerültek az adásba. Hetente egyszer pedig a nagy pillanat, amikor a Dalfutár új epizódja kikerül, úgyhogy iratkozzatok fel, keressétek a Dalfutárt.